Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része. A Nemzeti Színház és a Magyar Versmondók Egyesülete rendhagyó versenyt hirdet valamennyi korosztály számára a nem hivatásos versmondók részére. Az első fordulónál a versmondást videófelvételen várják, a második fordulónál pedig már videóklippet várnak. Már ezért is érdekes a megmérettetés, amely novemberig tart a magyar nyelvnapjáig. Az első díj 100 000 forint, no és fellépési lehetőség a Nemzeti Színházban. A témát érintve értek ezek vendégeimmel, hiszen a költészet napjáról is szó esik majd. Itt ül a stúdióban már Márk Attila Olivér, a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatója, dr. Buckóni Rangoni Klaudia igazgató helyettes magyar szakos tanárnő és Vermeser Lívia. Szervusztok! Szia, Vivian! Jaj, de jó, hogy nem egy ember ül velem szembe, hanem hárman, sőt, igazából négyen vagytok, mert hogy a stúdió másik részletében ott várakozik már Sipos Péter, ő fog majd nekünk szavalni, illetve majd később Livi is. Na de, költészet napja egy iskolának, egy középiskolának nagyon nagy feladata, hogy az adott ott tanuló diák ne feltétlenül csak azt tudja irodalomórán, hogy mikor született esetleg Petőfi vagy József Attila, sorolhatnánk. Mennyire kell őket motiválni, mennyire szeretik a magyart, hiszen a Kölcsey talán inkább humán beállítottságú iskola. Igen, legalábbis a köztudatban talán ez van benne az évtizedek, igen. Azért komoly lenyomatot hagynak egy iskola életében, de azért nem csak humán érdeklődésű gyerekek járnak a Kölcseibe, hanem természetesen reál érdeklődésűek is. Én magam matematika-fizika szakos tanárként is ennek az iskolának voltam a diákja, tehát azért itt nálunk mindenki ki tudja bontakoztatni szárnyait, aki ezt szeretné. Egyébként az iskola életében két neves nap, az egyik a Magyar Kultúra napja, amelyik ugye a himnusz névadójához, Kölcsey Ferenchez kötődik, egyben névadónkhoz is, a másik pedig valóban a költészet napja. Úgyhogy én mindig úgy élem meg a második fél évet, hogy örökké szavaló versenyre járnak a tanítványaink, és nagyon-nagyon jó díjakat hoznak, első díj, második díj. Sokszor már azért szégyellem magam, hogy legközelebb nem fogunk meghívást kapni, hogyha ilyen jó helyeken szerepelnek a tanítványaink, mert esetleg mások akkor úgy érzik, hogy nem tudnak labdába rúgni. Ezeket a gyerekeket nem nagyon kell motiválni. Számukra az a motiváció, hogy azért az iskolai ünnepségeken megmutathatják a tehetségüket, gyönyörű műsorokat adnak, most legutóbb március 15-e apropóján a Petőfi téren is a mi iskolánk adta az ünnepi műsort. A nézőközönség pedig azt hiszem, hogy elvarázsolódik a kölcseis diákoknak a produkciója láttán. Március 21-e a költészet világnapja, akkor ezek szerint jövő héten ismételten lesz megmozdulás a Kölcsey gimnáziumban is. Amúgy a mostani diákok mennyire fogékonyak az irodalom felé, ezt hogy érzed, tanárnő? Köszönöm a kérdésedet, igazából nagyon érdeklődnek az irodalom iránt, és valóban, ahogy igazgató úr elmondta, hogy humán iskolának tartanak bennünket, de alapvetően a reál tantárgyakat is nagyon szeretik a tanítványaink, meg természetesen az idegen nyelveket. Én tényleg azt tudom mondani, hogy örömmel tanítok a Kölcseiben, mert tényleg ezeket a gyerekeket nem kell különösebben motiválni. Eleve már általános iskolában egy olyan értelmiségi közegben tanulhatnak, amit a Kölcseiben aztán tovább tudnak fejleszteni, és el kell, hogy mondjam, hogy valóban nagyon sok szavaló versenyen és nagyon sok kultúra rendezvény van az iskolában, és nagyon sok ilyen rendezvényen veszünk részt. Hogy egy kicsit dicsekedjek vele, most legutóbb például kint voltunk Szatmár Németiben a Kölcsey Ferenc főgimnáziumunkban, ahol egy nemzetközi szavaló versenyen vettünk részt, és ott második helyezett lett a tanítványunk. Mindig mindenféle megmérettetése, tehát akár városi, akár megyei, akár országos felfutású rendezvényről van szó, ott a Kölcsey biztos, hogy részt vesz. De vajon mit mond egy diák a két pedagógus után? Gondolok itt arra, Livi, hogy te hanyadikos vagy? Tizedikes. Hogyan tanuljátok a verseket? Tudom, hogy mindenkinek másképp fog az agya, de hogy azért biztos van úgy, amikor közösen tanultok verset, vagy óra előtt egymásnak felmondjátok, hogy megtanultad, hát nem igazán, ott a harmadik sornál megakadtam. Te hogyan tanulsz verset, vagy hogy érzed az osztálytársak, mi alapján, milyen metódus alapján tanulnak manapság mondjuk irodalom órára?
Hát elsősorban tényleg egyéntől függ egy vers megtanulásra, de mondjuk nálam személy szerint attól is függ, hogy én mennyire áll hozzám közel ez a vers. Tehát nem mindegy, hogy milyen a témája, milyen a hangulata, tehát nagyon sok mindentől függ. Hamarosan hallhatunk tőled is egy verset, hiszen te is készültél, majd esetleg arról is értekezünk később, hogy hogyan tanultad meg azt a verset, viszont most a stúdió másik szegletében egy iskolatársad, Sipos Péter fog nekünk szónokolni, verselni, úgyhogy Péter, arra kérlek, hogy készülj, hiszen a színpad a tied. Petőfi Sándor, szeptember végén. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zölden a nyárfa az ablak előtt. De látod amottan a téli világot? Már hó takar rá el a bérci tetőt. Még ifjú szívemben a lángsugarú nyár, és még benne virít az egész kikelet. De íme sötét hajam őszbe vegyül már, a téldere már megüté fejemet. Elhull a virág, eliramlik az élet. Ülj hitvesem, ülj az ölembe ide, ki most fejedet kebelemre te véd le, holnap nem omolsz a sírom fölibe. Ó, mondd, ha előbb halok el, tetemimre könnyezve borítasz-e szemfödelet, s rábírhat-e majdan egy ifjú szerelme, hogy elhagyod érte az én nevemet. Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt, fejfámra sötét lobogóul akaszt. Én feljövök érte a síri világból az éj közepén, és oda leviszem azt. Letörleni véle könnyűimet érted, ki könnyedén elfeledét hívedet, és szívsebeit bekötözni, ki téged még akkor is, ott is, örökre szeret. Péter, köszönjük szépen ezt a csodás és ismert verset. Arra kérlek, hogy gyere ide a stúdió másik szegletébe, konkrétan felváltottad Livit. Gratulálok, határozottan kitűnő előadó művész vagy, verselő szavaló. Te hogyan éled meg ezt a témakört, a költészetet, az irodalom témakör, mennyire áll hozzád közel? Nekem már egész kicsi koromtól közel áll hozzám ez a tantárgy, és nem is feltétlenül a tantárgy, de a versek. Uh-huh. Ugyanis úgy gondolom, hogy a versekben van egy olyan tűz, amiben mindenkiben benne van, és mindenkihez közel áll egy vers, de azt meg kell találni. Ezért én nagyon szorgalmasan kerestem is, és amit az idén hallott szeptember végén találtam meg, és ez áll hozzám a legközelebb. Ez egy nagyon komoly vers amúgy egy ilyen fiatal emberhez, és mégis át tudtál szellemülni, én azt vettem észre. Pedagógusoktól kérdezek először, utána pedig visszatérek hozzád. Manapság azért nagyon sok olyan műfaj van, ami megkönnyíti a diákok, a mai fiatalok életét. Mármint arra gondolok, hogy megszerettessük vele az irodalmat esetleg, vagy más tantárgyakat. Nagyon divatos az elmúlt hónapokban itt térségünkben is ez a slam poetry, hogyha valaki nem tudná, akkor tegyük helyre ezt a dolgot, hogy mi is ez, és hogyan kapcsolódik a költészethez. Nagyon örülök, hogy erre rákérdeztél, mert tulajdonképpen eddig mindig a memoriterekről beszéltünk, hogy érettségi tételekhez, vagy magán az irodalom érettségi vizsga alkalmával kötelező azért, főleg az életművek, tehát a hat fő költő esetében azért ismerni közismert verseket memoriter szinten, akár érettségi vizsgán is számon lehet kérni. És nyilván egy pedagógusnak nagy kihívás az, hogy hogyan szerettessen meg a gyerekekkel, a tanítványokkal, az érettségiző diákokkal, hogy ezeket majd tulajdonképpen számon tudjam kérni. Hát most nagy segítségünkre van a slam poetry műfaja. Ez igazából egy repzene és a költészetnek egy vitájából indult, mert hogy a rap zenének, illetve a rap zenének a szövegét nem tartották művészi szintű és igényű műfajnak, és aztán egy ilyen versenyre hívták ki egymást, a klasszikus költők és a rap zenészek.
egymást. Aztán ez annyira jól működött egymással, hogy ez már most ötvöződött. És nem tudom, hogy akkor mondhatom-e, hogy most ugye március 15-én Budapesten a Pilvaker előadás, hát óriási siker a mi tanítványaink körében is. Úgyhogy amikor éppen Petőfi Sándort tanítottam, akkor Slam Poetry nélkül és a Pilvaker nélkül nem lehetett órát tartani. Ez a gyerekeknek nagyon nagy kedvence, nagyon közel lehet hozzájuk hozni az irodalmat, és akkor innen már át lehet evezni a megzenésített versekre, egy hobó, egy mondhatom a kávészünet együttes, uh-huh. Tehát nagyon sok olyan híres, neves, énekes, előadó művésznek vannak olyan gyönyörűen megzenésített versei, amit az órára be tudunk csempészni. Én voltam olyan kölcseis előadáson, vagy koncerten még sok-sok évvel ezelőtt, ahol pont a kávészünet zenekar koncertezett. Tehát azért tényleg azt érzem, hogy az intézmény nagyon figyel arra, hogy a diákokhoz ezt közel hozzuk. Jól érzem, igazgató? Jól, így van, annál is inkább, mert azért kiváló terep a középiskolás diákok számára, hogy a művészettel olyan kapcsolatba kerüljenek, hogy mint leendő értelmiségi fiatalok kialakulhasson bennük az az igény. Aztán, hogy melyik művészeti ág iránt lesznek elkötelezettek, a zene, a festészet, a szobrászat, az építészet, az irodalom iránt, az már mellékes ebből a szempontból, de hogy a lehetőséget meg kell adni egy fejlődés előtt, egy pszichés fejlődés előtt álló fiatalnak, arra, hogy megismerje, ezért fontosak a filharmónia koncertek, a színházi előadások, a múzeumpedagógiai programok, mert ezek a hatásukat nem direkt módon fejtik ki, én szerintem, hanem hosszú távon. Az impulzusok terén biztosan sokat így kapott van. Peti is. Te is részt vettél egy ilyen Slam Poetry-s előadáson, jól tudom? Így van, volt szerencsém most ott lenni a 2016-os Pilvakeren, és elmondhatom, hogy hatalmas élmény volt. Én már nagyon sok éve követem. Uh-huh. Főként ugye YouTube-on, de most volt szerencsém ellátogatni, és egy maradandó élményt szereztem ezzel. Mi veled is a műfajt? Sajnos nem, otthon a zuhany alatt, mint persze mindenki, de én nagyon szeretem a repzenét is, uh-huh. valamint ugye a verseket is, és tényleg ebbe is igazán megtaláltam magamat, legalábbis egy részemet. Nem akarlak kellemetlen helyzetbe hozni, pláne hogyha mondjuk az osztálytársak és fiúk nézik ezt a beszélgetést, de hogy azért egy középiskolás fiatal fiúnak mindig nagy töltetet adhat mondjuk az érzelmek kinyilvánítására, igen. esetleg egy pár sort leírni, bármi ilyesmi. Volt ilyen az életedben, amikor tényleg lapra vetetted, hogy mit gondolsz, mit érzel, akár szerelem terén, iskola terén, bármilyen gondolat megfogalmazódott már a kezeid alatt? Igen, természetesen volt, ezt uh-huh. így bevallom. Ötödikes koromban is volt, de nyolcadikos koromban is, nagy szerelmekkor. Természetesen én is papírra vetettem ezeket az érzelmeket, valamint barátságok vége, amikor uh-huh. vége volt egy barátságnak. Tehát ilyen komolyabb témák igen, komolyabb azért. Témákat is uh-huh. próbálgattam, rímeket találni. Nem volt könnyű, de egész jók sikerültek. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, de nem zárjuk ezzel a témát, hiszen Lívia, aki pár perccel ezelőtt még Peti helyén ült, a stúdióban szintén szavalásra, vers mondásra készen vár minket, úgyhogy te jössz, Lívi. Tóth Árpád, láng. Eldobtam egy gyufát, s legott hegyke lobogásba fogott. Lánghegyre állt a kis nyulánk, hegyes sipkájú sárga láng. Vígat nyújtózott furcsa törpe, izgett, mozgott, előre körbe. Lenget táncolt, a zöldbe mart, nyilván pompás tűzvészt akart. Piros csodát, izzó leget, égő erdőt, kigyúlt leget. De gőggel álltak fenn a fák, és mosolygott minden virág. Nem rezzent senki fel a vészre, a száraz fű se vette észre, s a lázas törpeláng lehűlt, elfáradt, és a földre ült. Lobbant még egy-kettőt szegény, majd meghalt a moha szőnyegén. Nem látta senki más, csak én. Köszönjük szépen Livinek a verset, és akkor egy ismétlés a végére. Az elmúlt percekben a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium pedagógusaival és diákjaival beszélgettünk, és akik szavaltak, Vermeser Lívia és Sipos Péter, köszönjük szépen nekik. Nem sokára jövünk, közlekedés biztonsági kupa lesz a téma, előtte azonban programajánló következik.
közlekedésbiztonsági kupát rendeznek ismét Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, de kivesézzük a témát. A vendégem ezzel kapcsolatosan Fülöp Gergely, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság szóvivője. Szia! Szia! Jó napot kívánok a nézőknek is! Erről a versenyről nagyon sokszor beszélgettünk már, nem veled, hanem Szikszai Tihamér kollégáddal. Sajnos ő most nincsen velünk, pedig ő ennek a nagy-nagy tudora, de szerintem te is mindent el fogsz tudni mondani erről a vetélkedőről, megmérettetésről. Egyáltalán mennyire mozgatja meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét ez a közlekedésbiztonsági kupa? Megpróbálok felnőni a feladathoz és Szikszai kollégám nagyságához. Ez egy egész megyét megmozgató verseny, felmenő rendszerben az országos bajnokságra. Ilyenkor középiskolás diákokat szólítunk meg, célzottan is, nem csak a médián keresztül, illetve a rendőrségi honlapon keresztül, hanem az iskola rendőrök felkeresik a középiskolákat és hirdetik ezt a lehetőséget. Általában olyan tucatnyi középiskola szokott indítani csapatokat, általában, illetve nem általában, hiszen a versenykiírásnak megfelelően három fős csapatok indulhatnak, és minden egyes csapatból bárkinek van esélye arra, aki az adott kategóriában a legjobban teljesít, hogy eljusson az országos döntőbe. Milyen jellegű ez a verseny? Hiszen jó, persze ott van a név is, hogy közlekedésbiztonsági, de ez most elméleti, gyakorlati, egyáltalán milyen kategóriák vagy feladatok vannak ilyenkor? Három kategóriában indul a verseny, mindenki egy versenyszámban indulhat, kerékpáros, segédmotor, kerékpáros és gépkocsi kategóriában. Nyilván természetszerűen a gépjárművekhez, tehát a robogóhoz és az autóhoz megfelelő jogosítvány is kell, akármilyen ügyes is valaki, ha nincs megfelelő vezetői engedélyehez, akkor nem indulhat a kategóriában, és hát mindegyik kategóriában elméleti és gyakorlati tudást is felmérünk. Meddig jelentkezhetnek a diákok, hiszen említetted, hogy azért vannak segítségeitek, akár mondjuk az iskola rendőrök, de lehet, hogy éppen pont most minket néz Nagy Tibor, 11-es diák, és azt mondja, hogy nekem van két osztálytársam, akivel mindenképpen ott a helyünk. Nagy Tibor 11-es diáknak akkor üzenem, hogy a két barátjával, osztálytársával még március 23-áig jelentkezhet, a remélhetőleg most kiírt e-mail címre. Ez a Megyei Baleset Megelőzési Bizottság titkárának az e-mail címe, ő közvetlenül fogja össze a jelentkezőket, tehát március 23-ig lehet jelentkezni. Maga a megyei döntő az április 7-én lesz Nyíregyházán, és hát reméljük, hogy minél többen részt fognak venni, és azt is reméljük, hogy minél eredményesebben fogunk majd szerepelni az országos megmérettetésen is. Hol lesz a verseny, és ne feltétlen csak egy mondatot várok, hozzá is csatolok még egy kérdést. Az eszközöket, járműveket azt a rendőrség biztosítja, vagy a diákoknak kell esetleg kitekerni a helyszínre biciklivel, vagy kirobogózni? Az eszközöket, a közlekedési eszközöket a szervezők biztosítják, senkinek nem kell hozni sem autót, sem robogót. Maga a verseny a Nemzeti Közlekedési Hatóság pályáján lesz, egy professzionális pálya, forgalomban nem kell majd közlekedni, egy ügyességi pályát rakunk össze, nyilván a megfelelő jármű kategóriáknak igényeihez és lehetőségeihez mérten. Lehet, hogy standard vagy egyszerű a kérdés, de mi a célja ezzel a rendőrfőkapitányságnak? Az a célunk, hogy a biztonságos közlekedésre neveljünk, hiszen minél biztosabban uralja valaki azt a járművet, amit vezet, legyen szó akár a kerékpárról, akár egy robogóról, motorról vagy autóról, annál biztosabban vesz részt a közlekedésben, annál nagyobb a valószínűsége, hogy el tud kerülni egy váratlan szituációban egy közlekedési balesetet. De ha már baleset megelőzésről beszélünk, azt sem szabad elfelejteni, hogy és általában fiatalokra jellemző, minél biztosabbnak érzi magát a volán mögött, vagy a robogó a motorkerékpár ülésén, de előfordulhat, hogy annál inkább kezd vagánykodni és úgy érezni, akár egy pár hónapos vagy egy pár éves jogosítvánnyal, hogy ő aztán már bármire képes, és hát sajnos balesetek gyakran emiatt is következnek be. Erre való egyébként az elméleti képzésünk is, tudatosítani azt, hogy a közlekedés az egy olyan üzem, ami veszélyes lehet, és egy az ügyességen kívül egy tudatos és átgondolt magatartást is igényel. Jobb végszó nem is lehetett volna. Fülöp Gergely, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Önöknek pedig készültünk egy újabb bejátszással.
mint azt már megszokhatták, akár több százezer könyvet is el lehet olvasni, egyetlen egy úgynevezett e-könyvolvasó eszközzel is. Ezt mutatjuk be most önöknek. Nem tudom, hogy próbáltak-e már a kedves nézők tableten vagy számítógépen könyvet olvasni. Eléggé rontja a szemet. És kitalálták ezeket az e-book olvasókat, amik gyakorlatilag úgy néznek ki, mintha papírról olvasnánk, de ez mégis egy elektronikus eszköz. Az előnye az, hogy 3-4 ezer könyv is ráfér 30 ezer forintért. És nem rontja a szemet, és kiválóan tördelhető. Az én apukám azért szereti olvasni az e-book olvasót, mert fel tudja nagyítani a betűt. Az én unokahúgom meg azért szereti olvasni az e-book olvasót, mert ingyen jut hozzá a könyvekhez. Úgyhogy mi bármi áron itt a könyvtárban az olvasást szeretnénk népszerűsíteni, az e-book olvasók ezek nagyon jó eszközök erre. Az e-olvasó eszközök előnyeit az oktatásban is ki lehetne használni a gyártó cégek szerint, így ugyanis a gyermekeknek nem kellene nehéz táskákat cipelniük az iskolába, hiszen elférhetne az összes könyvük egy készüléken. Az eszköz iránt ma már nem csak a fiatalok érdeklődnek, ezt valamint az e-book számos előnyét felismerve döntött úgy a megyei és városi könyvtár, hogy elérhetővé tesz több modern eszközt olvasói tagjai számára. 30 darab e-book olvasó kölcsönözhető a könyvtárunkban, bárki, aki be van iratkozva hozzánk, ugyanúgy, ahogy 6 darab könyvet hazavihet, 5 darab könyv után 1 darab e-book olvasót is hazavihet, amin amúgy alapból 300 könyv van feltöltve, ez szabadon használható, de ott van például a Magyar Elektronikus Könyvtár az interneten, ahonnan ingyen, jogtisztán letölthet még további könyveket. A megyei és városi könyvtárban az Internet Fiesta című rendezvény keretein belül ma az e-bookokkal ismerkedhettek az érdeklődők. A programsorozat március végéig tart, több előadás lesz az internetezésről és a közösségi portálok szociológiájáról is. Munkatársaim nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, ne feledjék, egy hét múlva újabb víkenddel jelentkezünk, addig is szép hétvégét kívánok, jövő hétre pedig kitartást, a viszontlátásra!